Becsei H. Miklós junior primadíjas színművészt köszöntjük a Libretto stúdiójában. Jó estét kívánunk, szia! Jó estét, kívánunk! Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagy velünk. Olyan jó, hogy most már van nevetek, hogy ennek a produkciónak nevet is adtatok, vagy ahogy te fogalmaztál, a gyereknek most már neve is van, ugye ez a Cube, és nekem nagyon tetszik, sokat olvastam rólad, és erről a Pilinszky életműről, ahogy ezt ti megjelenítitek, ahogy kitaláltátok ezzel a koncertszínházi és projektvetítős dologgal, tehát egy nagyon komplex valamiről van szó, és nagyon tetszik, ahogy rátaláltál a Cube-ra. Szerintem már sokszor elmesélted, de megteszed-e, hogy most is elmondod? Persze, nagyon szívesen, hát ezért is vagyok itt, és köszönöm, hogy meghívtatok. Igen, amikor eljöttem a Víg Színházból 7 év után, akkor azt éreztem, hogy annyira ketté van szakadva a magyar színházi szakma, hogy az ember beül a nézőtérre, akkor már valami prekoncepcióval érkezik, és a darabok már nem, igazán nem önmagukat jelentik, hanem mindig van valami keserűbb, valami deprimálóbb jelentésük, és emellett a közszínházi kultúra annyira erős volt a 20. században, hogy a formailag nagyon hasonlóak a darabok. És ki akartam szakadni ebből kicsit, szabadabban akartam látni a hivatásomat, ami tulajdonképpen a hatás a kultúrán vagy a magyar nyelven keresztül. És ezért találtam olyan peremterületeken dolgozó művész kollégákat, mind a zenei világban, mind az animáció, mind a képzőművészet terén, akikkel egy irányba tudunk nagyjából nézni. És akkor tavaly csináltunk egy kísérleti előadást Csóri Sándor életművéből, akivel való találkozás nekem ilyen életformáló élmény volt. Nagyon fontos volt, hogy találkoztam így a halálán túl egy új mesterrel az életemben, úgymond Csóri személyében. És a kollégákkal pedig annyira jó kémia jött össze, és az előadásnak a sikere is azt mutatta, hogy megéri együtt maradni. És akkor a névválasztás az nem csak azért volt fontos, hogy most megmutatkozzunk, mint egy csapat vagy egy társulat, hanem mi magunknak tudjuk, hogy mi valamennyire egyek vagyunk, még ha akkor is, ha nem hasonlítunk, vagy nem mindenben értünk mondjuk egyet, de figyelünk egymásra. És én Pilinszky életművének már többször próbáltam úgymond nekifutni színpadilag, de kicsit el van átkozva ez. Mindig, ha sikere is van az embernek, akkor is érzi, hogy nem fogta még meg. Mert egyszerűen olyan szavakon túli dimenzió Pilinszky költészete, és olyan erős szakrális kapukat nyit ki, ami nagyon egyszerűen fogalmazva, mondjuk az egyik leghíresebb vers a 4 soros, csak 4 sor pár másodperc alatt el lehet mondani. De megérteni az egy egészen más dolog. Ja, hónapokig tart, és most elképzelünk egy Pilinszky estet, ahol csak jönnek a szavak, hát egyszerűen megcsömörlik az ember, és nem tud eljutni ahhoz a csendhez igazán, ahol ezek a versek alapvetően vezetnek. És ezért gondolkoztam azon el, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk még egyszer nekifutni a Pilinszky életműnek, de nem olyan magyar órásan. De most már nem magyar órásan, és nem is a szöveg, inkább az alapján, amit a szöveg ad, vagy a szöveg nyújt. Kik vannak ebben a többes számban, mondtad, hogy megpróbáltuk újra nekifutni ennek a történetnek? Igen. Kik az alkotótársaid? A látványvilágot Koltai Dorottya Szonya, egy MOMÉN végzett animációs tervező készíti el. Ez tulajdonképpen egy animációs film lesz, egy ilyen pszichedelikus utazás. Rajtunk szinte alig lesz fény, ami a projektoron keresztül átszűrődik, az leszünk mi. A Kiégő Izzók csapatával csinálja együtt ezt a látványt. Mihalik Ábel lesz a zenei vezetőnk, illetve hát ő a zenei vezetőnk. És Frimmel Jakab, Hegedűs Bori, Ratkóczi Huba és Pacsári Viktor, akik mind zenésztársak, és a maguk hangszerének, legyen az basszusgitár, ének, elektronika vagy zongora, a mi generációnkban a legelismertebb képviselői. Nekem tetszik az, amikor rólad olvasok, vagy veled nézek beszélgetéseket, hogy te megragadsz minden olyan alkalmat, ami, tehát biztos van benned egy kutatás, vagy pusztán az, hogy nyitott szemmel, nyitott szívvel, nyitott lélekkel járszkálsz. De tetszik az, amikor adódik egy lehetőség, akkor azt te megragadod. És addig szűreted át magadon, amíg késznek nem érzed arra, hogy ezt megmutasd a közönségnek is. Tehát nekem például Cseh Tamással kapcsolatban is ez volt az érzésem. Tehát, hogy szembe jött veled egy kötet, amit elolvastál, és addig érlelted magadban, míg valami
olyan dolog nem született meg, ami azóta is meghatározza egy kicsit a léted egy darabkáját, és szerintem ezt nem is fogod tudni elengedni. Igen, hát egyrészt jól esik, hogy így vélekedsz, meg hogy ennyire. Így az ember azt érzi ilyenkor, hogy bejön egy ilyen párperces műsorba, és arra készül, hogy nem tudják, hogy ki ül szembe, és nekem nagyon jól esik, hogy ezt így mondod. Igen, úgy. Ugye mi egy olyan hivatásunk van a színházban, ami kicsit furcsa, állandó lelkiismeret furdalást okoz, hogy az emberünk nem orvos, nem ápoló, nem tanár. Hogy mi az, amit adhatsz? Igen, és de ugyanakkor meg vannak olyan előadások, amikor érzed, hogy ez tényleg tud, a szinte szociális munka tud lenni, hogyha az ember nagyon pontosan és lelkiismeretesen csinálja. És ezért állandóan monitorozza az ember saját magát, a tetteit és a környezetét, hogy mi most a feladat. És nyilván mindig igénye van az embernek, hát valamennyire előadó művészek mindannyian extrovertáltak vagyunk, vagy szeretnénk mesélni, vagy vallani. De mindig, amikor megszólalnánk a saját hangunkon, akkor egyszer csak jön szembe egy olyan mostanában 20. századi életmű, aki szinte ordít, hogy hát ő sokkal több, nem, tehát a mi hangunkat rajta keresztül kell, hogy megszólaltassuk. És Cseh Tamás is ilyen volt, és sose tervezzük be, hogy na most vele fogunk foglalkozni, hanem egyszerűen, amikor forgattam a Szemmel vesz filmet, elém jött a Cseh Tamás beszélgetőkönyv. Most a Pilinszky úgy jött elém, hogy tavaly megjelent a Magvető gondozásában az Önéletrajzaim című eddig kiadatlan írás halmaza, amiben azt írja, hogy az én önéletrajzom, az nem az szerint, az én életem nem arról szól, hogy mi történt meg velem, hanem hogy mit vettem észre. Az én önéletrajzom az a figyelmem önéletrajza. Egy 5 éves kislány, egy filozófusi, egy apácájé, egy prostituálté, mert ők mind én vagyok. És hirtelen nagyon izgalmas lett nekem alkotóként egy olyan életmű megmutatás, ami nem kívülről születéstől a halálig szól, hanem pont fordítva, hogy belülről, akárcsak egy kis kulcsukon át ő mit vett észre, és ezért adta magát, hogy na akkor felvegyük a tollat, meg a hangszereket, meg a színjátszó lelkünket, és újra nekifussunk ennek a történetnek. És hogy elinduljatok turnéra is, merre indultok Pilinszkyvel és a Cube-bal, hol láthat titeket a közönség? És honnan indultok, mert hogy ez is szép. Hát van egy ilyen példaképzenekarunk, a Platon Karatajev, velük fogunk turnézni, ami egy óriási megtiszteltetés. És a Veszprémben indulunk, az egy, még a díszletünk nélkül egy kísérleti előadás lesz a Európa Kulturális Főváros programjainak kiemelt keretében. Kiemelt irodalmi eseményé. És aztán leszünk, a lemezbemutatónk a Magyar Zeneházában lesz, ami egy fantasztikus hely, egy nagyon komoly. Ez már március, ugye? Március 12-én. Igen, köszönöm. És aztán elindulunk egy Paks, Zalaegerszeg, Szombathely, Debrecen, Erdély turné, Győr, de tulajdonképpen a nagyobb egyetemi városokban és határon túl is igyekszünk elvinni az előadást. A Semmelweis filmet egy fél mondattal említetted, de még maradt legalább egy percünk, egy kicsit beszélj erről, mert szerintem ez is egy olyan találkozás lehetett Koltai Lajossal megspékelve, ami fontos az életedben. Igen, hát én hozzászoktam ahhoz, hogy filmen általában olyan szerepre hívnak, ahogy kinézek, vagy amit sugall az én kinézetem, és én nem annyira passzolok ahhoz, ahogy kinézek. Nem tudom, hogy nézek ki, de én mindig rosszul éreztem magam a filmes szerepeimben. És színházban pedig megadott, hogy eljátszassam mondjuk Nemecsek Ernőt, vagy József Attilát, vagy Miskin Herceget, vagy Hamletet. És, ahol sokszor kellett meghalni. Mindig meghalok, igen, vagy megbolondulok. Vagy megbolondulni. És Koltai Lajos volt az első tanár úr, aki megadta annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet, amit senki nem osztana mondjuk nekem, Semmelweis Ignácét, ő megpróbálja az én lelkemet rá. Én ennek nagyon-nagyon örültem, hogy szinte színházi lélekkel részt vettek egy filmforgatáson, de éppen ezért nagyon komoly mélypontra is vitt, és csak remélni tudom, hogy a nézőknek ez valahol fontos lesz, hogy ez megtörtént. A nézőknek az is nagyon fontos, hogy most eljöttél ide a librettóba, mert hogy szeretnek és várnak vissza, úgyhogy ígérd meg, hogy visszajössz. Jó, igyekszem, és köszönöm. Visszavárunk, köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, sziasztok.